Hát azt gondolom, hogy nekem a Charles Lee White drogfüggő pszichiáter az egyik kedvenc visszatérő karakter, a mitoszos asztali szerepjátékokban. Őt egyébként az ágyú most Jack Gillemről mintáztam. De megmondom neked őszintén, Zoli, hogy ilyen szarul még sose járt, mint a múltkori alkalom. Hát te egy 25 cm-es szúrtál át a karját. Azzal, hogy te hogy segítesz nekik. Most ez hogyan? te pikkelsz rá, múltkor itt a reanimátor filmekkel kínosztál, most a kedvenc karakteremet szurkálod agyon. Hát fi, Mi még mindig mi vidra, utána még meg is sokkolt alaposan. Ja igen, Tehát, és miután az Oli belén vágta a Rambó törét, vidra karakterével, egy elektron sokkolóval, lesokkolt. És mind a ketten csak segíteni akartak. Sziasztok, ez itt a Kocka Éter 8. adása. Én Toma vagyok, velem van két állandó bűnököltő társam, Zoli és, Zoli és Lázárusz. Szevasztok, srácok! Sziasztok. Sziasztok! Na, és ez már megint egy olyan adás lesz, amikor nem én leszek itt a főkolompos, nem én fogom, nem én leszek itt a moderátor, hogy ott szokták ezt mondani? Okos tojás? Okos tojásnak, nem? nem tudom. <hállt> ez az adás Lázárusé lesz, ugyanis asztali szerepjátékról fogunk beszélni, ez pedig nem más, mint a címből is tudjátok már, a Delta Green asztali szerepjáték lesz, ezt fogja Laci bemutatni, meg majd faszán szétrolkodjuk. No Köszönöm szépen <laughs> a lehetőséget. Nagyon szívesen mondjátok a szevasztok, vagy mondtátok, nem mondtátok? <laughs> nem mondtuk. Nem mondtátok? Igen. Mennyit ittál eddig? Nem mondtátok? Nem mondtuk, mondtuk, mondtuk. Ja, hát <laughs> Az tisztelet, tisztelet, bundá tisztelet bundás kenyér, meg a fél liter teha. Na, de ha már itt tartunk, hogy ki mit vesz magához, ezt az is figyelted? Én, élek, én, én hoztam ma egy... Na uh, ugye, hogy a sörözős témára. Én hoztam egy Radless Beast, nem, Radless Best Country élt. És uh, ez egy ilyen narancsos színű sör, és találtam róla leírást, és ez annyira megtetszett, hogy ezt én fel fogom olvasni tipikus, könnyű, tradicionális, angol él, kellemes, lágy, letisztult ízvilággal és kiegyensúlyozott karbonizációval. E fogalmam sincs, hogy ez mi. Ez mi, Zoli? Nem tudod? Hát azt én gondolok a sörnek, mennyi, ja, no. jó habos. A jó megszokott klasszikus kekses ostyás moláta íz, most mint mondja, vajas is lenne, a gyümölcsösség pedig nagyon enyhén, a barack savanságával jelenik meg, ami melegedve intenzebb, intenzívébbé válik. Hát én nem vagyok ennyire ingyen, nem érzem ki ezeket a lehetőségeket belőle, de finom. Le fog csúszni a szamar. Az oré, neked most mit van? Valami, valami vadállatot hoztál? Nem, én most a Szent Sörfőzdétől a kötfelhőt hoztam, és megmondom őszintén, lehet, hogy redudnás leszek, mert mintha rémlen, hogy egyszer már kötfelhőt hoztam valamelyik adásra, nem. de ebben nem vagyok biztos. Ez egy New England egy jó kis hézi Szinte mint egy gyümölcslé, ilyen alig lehet átlátni a korsón. Kimondottan szeretem ezt a sörüket. Aztán a következő már hozok majd valamit, ami nem Szent andrási, csak mostanában tőjük. Elég sok söröm volt, nagyon szeretem őket. A szent András szinte, szerintem a Szent András rossz sört még nem ittam. Ez ugye egy modern New Englandi, ipa kétféle komoló, kétféle manáta és egy nagyon kellemes, ilyen gyümölcsös, illatos, nagyon aromás íze van, nagyon szeretem. Aztán hogy tényleg az, az hogy szerintem karácsonyra meg már, hát ott a Szent Andrásnak is kinesz már az est hajnal ami az idei karácsony sörük. Aztán amikor még most ezt felveszünk, nem lehet tudni, hogy milyen lesz az idei, mert az minden évben más ízű a karácsonyi Volt, hogy ilyen étcsokoládis mentás volt, az volt a kedvencem, volt tavaly gyömbéres mézes karácsos volt az a sör. Az ideit még nem tudjuk, de ez nagyon jó, az mindig jó szólt lenni. A másik ilyen favoritom meg a karácsonyon a fehér nyúltól a drink the christmas Tree, ami meg egy ilyen vörös él, és egy nagyon intenzív karácsonyi fűszerekkel van feltolva. Laci? Tehát én a, én a Mad Scientist sörfőzdének a Power Pop Star nevezetű sörét ö, fogyasztom ma. Ez egy, hát egy ilyen standard IPA erősebb verziója. Ö, Gyönyörű volt nem? Valami igen, igen, a popstar. A, vagy a dupla Kápo. nem tudom. K-pop. Igen, igen, igen. Azt a legelső adásban. Ezeket mind végig fogom venni, mert, szerintem kiváló sörök. Gyönyörű szép ilyen mélyszínű, kicsit ködös megjelenésű sör. Aromája az, nagyon kellemes, gyümölcsös, ciprusos, kicsit fanyar, nem a, nem a tipikus keserű ízű ipa, és 6,3%-os. A másik, ami megkapó ebbe a sörbe, ez a csajos dizájn, ami... Ja, akkor ezeket a söröket nem a feleségedbe veteted. Na, szóval, Laci, akkor térjünk át a mai témákra. A Delta Green asztali szerepjáték. Sok-sok szeretettel átadom neked a szót. Nagyon szépen köszönöm. E, nyilván a hallgatók között lehetnek olyanok, akik még sosem találkoztak asztali szerepjátékokkal. Ezt minél előbb potoljátok, légy szíves. Pár szót arról, hogy mik is ezek a szerepjátékok. Ez pont egy olyan kérdés, amit nem lehet így pár szóban összefoglalni. E, gyakorlatilag a, a szerepjátékok e, kicsit, kicsit olyasmire kell gondolni a szerepjátékok esetén, mint egyfajta ilyen drámajáték, játék, társasjáték köntösben. Tehát pár ismerős pár barát leül egy asztal köré, e, furcsa kockákkal és furcsa vaskos szabálykönyvekkel, és tisztán beszédben, nagyon furcsán kommunikálva játszanak. Ura, túl sok volt a furcsa, ez nem hoztatok senki kedvét. Itt, a lényeg annyi, nem, hogy, tehát, hogy mindenki egy karaktert, egy, egy, karaktert alakít, és azt a karaktert irányítja, és azon keresztül a, azzal interaktál a többi játékossal, és az ő kalandjaikat játszák le, tehát mesélik el, élik meg. Ez így van, tehát ez egy, ez egy, ez egy olyan társasjáték, ahol elég túlsúlyban van a, a emberi kommunikáció, tehát e, nyilván vannak itt is szabályok e, a társasjátékokhoz hasonlóan, tehát itt is e, dobunk dobókockával adott esetben e, terepasztalon vagy, vagy térképen mozgatunk bábukat, viszont van egy olyan rétege is, ami a, a kommunikáción alapszik, és azon, hogy karaktereket személyesítünk meg. Tehát általában mindenkinek van egy saját karaktere, ezeket kisebb-nagyobb mértékben kidolgozza, és gyakorlatilag azt mondja el a játék során, hogy ezek a karakterek mit tesznek. Illetve van, van egy játékvezető is, ezt mesélőnek vagy kalandmesternek szoktuk nevezni, aki gyakorlatilag. titoknak. titoknak, igen, aki a, a világot Írja le, és az ő leírásaira gyakorlatilag reagálnak a játékosok. Nem tudom, hogy ez mennyire volt érthető, valószínűleg egyáltalán nem ki kell, ki kell próbálni. Na jó, Delta Green. Tehát maga a Delta Green az egy, az egy ö, ö, ilyen szerepjáték. Ha valaki próbált ö, már ö, különböző ö, Lovecraft-i szerepjátékokat, akkor talán a Call of Cthulhu szerepjátékhoz hasonlít, és igazából abból is származik, tehát az egy jó kiindulási alap, hogyha ahhoz hasonlítjuk. Bizonyos tekintetben eltér tőle, tehát nem annyira szabad, tehát egy korszakot céloz meg általában, ez a 1990-es évek, míg a Call of Cthulhu szerepjátékban gyakorlatilag bármilyen korszakban játszhatunk. Hát de nem, a de a Delta Tehát nem, nem, a hidegháborút, hidegháborút célozza meg? Tehát ez, 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 korábban volt, mint a... Van egy, van egy olyan verziója, ami, ami a 60-as, 60 70-es évekre fókuszál. Ja, az már egy ilyen alverzió. E, igen, egy alverzió. Ja, értem, oké, okay. ja, értem, értem. De végig is a történet, történetén, hogy, hogy milyen verziókban. Szerintem nyugodtan, e, szerintem rendben. érdekes lehet. Oké. Okay. Tehát uh, három különböző termékvonal van Delta Green néven. Hát ez lehet, hogy azoknak, akik nem nagyon foglalkoztak még a szerepjátékokkal, egy kicsit unalmas, lehet hogy érdemes akkor eltekerni a, a világ bemutatására. Ki, ki, ki mer átpörgetni így a podcastunk bármelyik részét? Csak visszatekerni, és mindig az elejére, is újból, 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 újból meghallgat. Ja, ti nem szoktatok, jó van. Tehát, az úgy hogy... új, új, teszél a váglakkal, komolyan mondom. Tehát az első az 1997-ben jelent meg, és a Call of Cthulhu szerepjátékhoz készült egy, egy ilyen modern korba játszadó kiegészítőként. Ez sem előzmény nélküli, tehát már a szerzőgárda korábban is publikált ilyen Delta green kalandmodulokat, így a legelső az 1992-ben jelent meg, és ez a Convergence, vagy ez a Convergence, Convergence nevezetű modul, ami ugye az eredeti szerzőgárdának a fanzinjába jelent meg. Ez a kalandmodó gyakorlatilag minden tartalmaz, ami, ami a Delta Green-re jellemző, tehát ez az X-szakták jellegű összeesküvés elmélet, tehát összeesküvés hátterű világ, UFO észlelések, eltűnések, body horror, tehát gyakorlatilag minden, ami a Delta green jellemzi, ez már benne volt, is, és külön érdekesség ennek a modulnak, hogy ezt mi most éppen játszuk, tehát fut nálunk ez a modul. Szívjuk vele a fogunkat, mondjuk így. Hát eléggé. <laughs> Az első kiadója ez a Pagen Publishing, és ők egy nagy valag kiegészítőt, meg kalandmodult kihoztak hozzá. Egy ideig próbálkoztak egy D20-as verziónak a kihozásával is, vagy kiadásával is, de később átkerült egy másik kiadóhoz egy együttműködés keretében, és egy önálló szerepjátéként jelent meg 2016-ban. Hogyan van ez? Várjuk, hogy csak tényleg azok, akik, akik nem értenek azt, hogy szerepjátékokhoz, mint én. Mi az, hogy D20-as verzióban? Tehát a D20-as verzió, ugye, eh, ahogy a, a szerepjátékok elindultak a saját útjukon, eh, ez még az AD&D korszakban, az első szerepjátékokban, akkor 20 oldalú kockát használtak, és ez mind a mai napig töretlenül népszerű. Maga a Delta Green és a Call of Cthulhu, eh, ez egy ettől eltérő kockát használ rendszerint, általában ilyen két-tíz oldalú kockával, egy ilyen nullától 99-ig vagy 1-től 100-ig terjedő skálán lehet dobni. Tehát itt nem a hétköznapi hat oldalú kockát használjuk, mint a legtöbb játékban, hanem ettől eltérő oldalszámú dobótesteket. Ó, oh, já, ja, igen, oké, okay, ja. Nem, hogy még itt valaki felpofozom minket, majd itt izé, jöjjenek a kommentek. Az nem kocka! Az nem kocka? Nem, csak az éter. Hát kockának azkod. nevezzük, mit tudom én, Ikozeadron, de... Ikozeadron éter. Igen. Ez, ami 2016-ban megjelent, ez, ez, gyakorlatilag egy, egy nagyon komoly újdonságnak számít. Számított akkor a szerepjátékos piacon, és gyakorlatilag mind a, a vásárlóközönség kifejezetten felkapta, illetve a szakmai körökben is számos díjat elvitt, és, és, megérdemeltem, tehát ez egy, ez egy kiad, kiváló kiadvány. De miért, miért, oké, de miért volt ez annyira jó? Más volt, mint a többi? hát kifejezetten... Vagy itt, a... itt, itt, itt magát a rendszert, a játékot, vagy magát a kiadványt értékelték? Tehát, az... tehát több díjat elvitt, nyilván a, a rendszerrel is, a rendszerrel kapcsolatban, talán a dizájnnal, borító dizájnnal, borító tervvel is, de ennek utána kell nézzek, hogy milyen díjakat vitt el, de ez most szerintem mellékes is. De több, 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 kategóriájú enni díjat elvitt ez a kiadvány. Azt hozzá kell tenni, hogy én ugye magával a Delta el addig nem játszottam, ameddig Lacival bele nem vágtunk ebbe a modulba, Viszont egy darabig ugye a PC guruba is írtam különböző szerepjátékokról, szerepjátékokról kritikákat, bemutatókat. És azért a Delta green ahogy ez a szabálykönyv ki alakítva a dizájnja felépítése, azért az, az rohadt jó. Azt, hozzá, azt muszáj kiemelni, hogy önmagában véve egy nagyon jól összedett és gyönyörű kötetről van szó. És gondolom ez igaz a, az összes többi kötetükre, ugye a keeperre, modulokra, minden Sőt, ez fokozódik, tehát a mesélőknek, tehát a játékvezetőnek szánt kiadvány, az így, az így zseniális. De szóval egyelőre maradjunk még a, a játékosoknak szóló kötetről. Most azon túl, hogy modernizálták a, a kiindulási rendszert, hogy a Kolofturu rendszerével Rokon, BRP-n alapszik, megint szakszavak, tehát aki laikusanak nem, sok fo nem fog sok mindent mondani. Viszont ezt a aránylag régi rendszert számos ponton modernizálták, és nagyon érdekes új szabályokat is bevezet. A rendszer, tehát kifejezetten innovatívnak gondolom. Illetve ami nagyon érdekes a, a játékosoknak szóló kötetben, hogy van benne egy összefoglaló az Amerikai Egyesült Államok kormányzati szerveiről. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy nagyon komoly forrásanyag, ami bemutatja, mit tudom én, a kémelhárítás, tehát a CIA-t, a különböző rendfertartó szerveket, mint a Marshall service vagy a FBI-t, illetve egyéb, egyéb további szervezeteket is, mint például a környezeti károkat elhárító szervezeteket, vagy a katonaságot. És tehát egy, egy komoly alapot ad a játékosoknak, nyilván bele kell ásniuk magukat valamilyen szinten ebbe a korpuszba, hogy fel tudják venni az ügynököknek a szerepét, mert hogy ebben a játékokban ilyen ügynökökkel játszunk. Egy kormányzati ügynököket alakítunk. Így van, igen. És ez ugye egy nagy különbség a sima kutuló hívása szerepjátéhoz képest, mert abban egyszerű hétköznapi emberek, legfeljebb nyomozók, detektívek, újságírók, akik valahogy összeadna, összeadnak a kutuló mítoszra a természetfelettivel, a Delta pedig ezzel szemben kormányügynökök, akik vagy véletlen egy bevetésük során akadnak össze ezzel, vagy pedig, egy, vagy pedig már konkrétan így a Delta Green szervezet megbízásából céldelműsen olyan feladatokat teljesítenek, olyan bevetéseket, ahol a feladatuk így nyomozni, felderíteni, esetleg megállítani, vagy kontrollálni így a kultúrum mitoszhoz tartozó természetfeletti eseményeket, hát, nem, ő, tehát nem biztos, hogy ahhoz nem biztos, hogy ahhoz kapcsolódva. Nem csak, feltétlen, mert ugye vannak idegenek, igen, tehát, van, nem, tehát ez a fő ez, ez, a, a ez, ez a Delta Green, tehát nem, nem, nem kifejezetten ugye a, a túlhuval és a, és a szektákkal is ilyenekkel, csak hogyha valami olyasmire van, gyarom, sőt, ez a játék elénk is nem is biztos, hogy kiderül, hogy, hogy kikkel állnak szembe a játékosok, hogy pontosabban a nyomozók a játék során. Tehát lehet, hogy ez jóké, nyilván, tehát hogyha metaszinten nézzük, akkor tudjuk, hogy hát Delta Green játékban valószínűleg mítoszos történet lesz a végéből, de a játékon belül ez még a vége még akár lehet UFO észlelés is, vagy, vagy, vagy akármi is. Sőt, tehát ugye szoktak el, szoktak el retteringeket elrakni, ugye elatszi a történetbe, hogy amikor a, hogy az a játékosok arra gondolnak, aztán AMAZ van, és végül kiderül, hogy a harmadik variáció jó. Ugye, ugye? Kedves, <laughs> hát kedves, kedves, legkedvesebb kalandmesterünk, és már röhög. <gül> <gül> Ezt, ezt még egy kicsit boncolgatjuk részletesebben, mert nem, nem teljesen így van, tehát egyértelműen egy Lovecrafti történetben gyökeredzik a Delta Greennek a története, de szerintem ezt később kibontjuk. Na de, na de én úgy gondolom, tehát a játékon belül a karakterek, azok nem tudják, hogy, tehát a karaktereket nem arra kérik fel a, a játékon belül, hogy akkor, gyerek, hogy akkor figyeljenek ügynökök, Hol van itt most egy ilyen mítosz, most megint előjött egy Cthulhu szekta, egy izé, hanem a játékon belül ezt még nem tudják a karakterek, hogy, hogy mivel fognak találkozni. Persze, hát a, a saját érdekükben. Eddekünk mert a szinten mi, mi, mint játékosok, mi tudjuk, hogy, hogy valószínűleg az lesz a vége. De karakteren belül, belül nem. Speckó minden felkészített emberek, <coughs> vannak akik ilyen fegyverszakértők és hasonlók, karakterek is vannak benne. Inkább azt mondanám, hogy hétköznapi, egyértelműen hétköznapi embereket játszunk, tehát semmilyen különleges képességük nincsen. Hát csak a, csak a, csak a, a szakmájuk az. A kiképzésük, igen. Ja, igen. Ezt a valaki nem teljesítette nagyon jól a, képesi, a kiképzését, aztán belevágja a kését a másiknak a kezébe. Mert elnézést kértem miatt, de olyan. Ja. Na mindegy. És egy vadászkés volt, és segíteni próbáltál. Jó, azt tegyük hozzá, hogy valóban segíteni próbáltál. Hát annyi fánbőlt nem dobtunk még egy, egy, egy játék alkalommal, mint az zsinórba. Hát, és, ezt és tegyük hozzá, hogy utána még, még a, do, a vízre dobott még egyet, és azért csak azért tudott sikerülni, mert, mert engedtél neki, hogy tehát ez, itt már akkor felrobbantunk volna, vagy, vagy, ott helyben meghaltunk volna mindannyian. Fél nyugodj, tehát, nyugodj meg, a... nyugodj meg, ezeknél a, a meg az elektrosoknál hepáció ügynöknek lesz nagyobb baja is. Le, lesz, lesz rosszabb is. Hát ilyen 6-7 kritikál fajt dobtunk egymás után, az, az biztos. Az biztos. De minden négy. Hát, minden Na jó, menjünk, tovább, tovább, Csak hát ezek. Laci, egy, egy kérdéssel szeretnék csak így vágni, hogy ö, szerintem egy jó pár akik hallgatják, most így felmerült az, hogy akkor ezt így mi is preadta, és hogy a Delta green kapcsolatban szólt lenni egy ilyen sztereotípia, hogy ezt tulajdonképpen az X szakták, kutuló köntösben, miközben azért van egy olyan, miközben ez nem teljesen igaz, már ha jól adtam, a Delta -nek az első változata, meg a koncepció, az azelőtt már kidolgozásra került, hogy az X-szaktáknak a legelső részadásba került volna. Igen, ésszem. tehát... Ez így mennyire igaz? Az, az első kaland tényleg az a, az a, kaland, amit mi is most éppen játszunk, ez 1992-ben jelent meg, és ugye az X akták az 1993. szeptemberében került vetítésre, tehát bő egy évvel később, mint ahogy ez a kalandmodul megjelent, de nem 93 tól gondol... 2002-ig. Igen, 93-ban jelent meg. Tehát én nem gondolnám, hogy az egyiknek Közelen a másikhoz, egyszerűen ilyen volt a korszellem. Ezekben az években, az Amerikai Egyesült Államokban. Tehát lehet, hogy hogy a, a kornak a jellege tolta bele a kutulumitost abba, hogy megszülje. Ez a, a poszt, poszthideg, poszthideg háborús, amiben belerakunk egy kis természet felett itt. Pontosan. Egy kicsit még bonyolítsunk rajta. Tehát uh -huh. nyilván akkor elég népszerűek lettek az UFO-val kapcsolatos anyagok, úgyhogy könnyű volt. Figyelj, és, a, és a, arra van, van info, bár én szerintem ez szinte egyértelmű, nem? hogy akkor így a attól függetlenül, hogy, ő, hogy a két, két dolog nem volt egymáshoz köze, azért az szakták, így azért megdobta a Delta Green-nek a renoméját, és így a, a, kedvelését, vagy hát, erről ő, nincs, nincs infó? szerintem egyértelműen a kettő összefügg, mert kifejezetten ajánlják, mint anyagot a a Delta Greenhez az x -aktákat. Hát nem minden epizód, de szerintem azért vannak benne olyan részek, olyan átívelő történetszálok, amik nagyon-nagyon-nagyon jól mennek a Delta Greenhez. Nagyon Green láttam x Ahogy én is egy jó pár éve nem néztem, mert ezeket az újrafuttatásokat, meg amik voltak ilyen 5-6 évvel, azokban még benne sem néztem. Úgyhogy, úgyhogy van mit pótolni igazából, hogyha egyszer hát de nem mondomat. egy, nem, egy, nem egy modern sorozat is, ami, ami nagyon jól reflektál erre a témakörre, amit könnyű hozzá kötni. És ez pedig? Hát például a Two detective az első évada, ami a... Igen, az ugye a sárga kirei motivumokkal hasztúrott, voltak, voltak, ilyen afrafti szálok az első volt, Volt, három név, meg, meg, két szimbólum, aztán ennyi a nyolc részbe. Az a rohadt jó sorozat, és tényleg passzol ez a Delta Green játékhoz, mert az a rohadt jó sorozat, de abban azért nem az volt a lényeg, tehát az ott egy ilyen body movie volt, egy nagyon-nagyon jó, két, rendkívül remek színész, mind nagyon komázom, a rohadt jó film, nagyon jó alakításokkal, nagyon jó történet, de hogy azt megint, ugyanúgy, mint a múlt a reanimátornál ráhúzni, hogy ez Lovecrafti, tehát a, a True Detective se az, de a Delta Green szempontjából rohadt jó, mert ugyanúgy van mögötte van mögött egy természet feletti szál, de ugye abban a filmben azért nem az volt a lényeg. Egy nagyon jó példa a Delta King úgy különben tényleg. Úgy végignéztem, amikor elkezdtük, a, elkezdtük most ezt a Delta játszani, végignéztem még egyszer a True Detective-nek az első évadát. Nem bántam meg, azt rohadtul nem bántam meg. Azt csak ajánlom. Hát meg a ezt a, a, ugye az egyik, egyik detektív, a True Detective-ben ez a, tehát tökéletesen hozza azt, hogy hogyan épül le az ember a, az igazság egyre mélyebb megismerésétől. Ja, a Matthew McConaugy. Igen, igen. Az, az, az. És nagyon nagyot alakított benne. Nagyon -nagyot. Abszolút. Ja. Mi is így fogunk járni a végére, várj, állj. Hát remélhetőleg. Ki reméli? <laughs> hát az biztos, hogy nem érdemes, nem érdemes mély kapcsolatot kialakítani a karakterünkkel. Ebben a játékban élvezni kell a, a közösen eltöltött perceket. És hát utána ugyan, itt is azért projektet. elég nagy a halandóság, mint a, mint a hívásában, vagy az egyéb biztosos játékokban? Erre is rendszer szinten ki, ki, fogunk térni, talán a podcast vége felé, de, de igen, igen, kifejezetten könnyű meghalni benne. Bizony sokok miatt. Oké, okay, de így nagyon, nagyon félbeszakítottuk azt a vonalat, hogy, hogy milyen kiadások vannak. Uh, semmi gond. Ugye még, még egyszer felsorolom őket, tehát van a, a 97-es uh, Call of Cthulhu kiegészítő, ami gyakorlatilag nem önálló kiadvány volt, hanem uh, egy, uh, ki, egy setting könyv a Cthulhu hívása szerepjátékhoz. Uh, utána 2016-ban jelent meg a Delta Green, uh, mint önálló szerepjáték. Ez az Ark Dream Publishing-nek a... Uh, kiadványa, illetve 2018-ban is megjelent egy, egy újabb termékvonal, ez a Pelgrán press Pressnek a Fall of Delta Green cím, címezetű kiadványa, ami kifejezetten az 1960-as, 70-es éveket dolgozza föl, tehát abban játszódik. Ennek már eltérő a rendszere, ugye a Pelgrán Pressnek a saját ilyen nyomozós szerepjáték rendszerét használja, ez a gumsó rendszer. Tehát mi, amire fókuszálunk ebben a podcastban, ugye ez a második, az önálló szerepjáték kiadvány. És ezzel is össze is foglaltuk gyakorlatilag a, a, három nagyobb termékvonalat. És akkor most nézzük meg egy kicsit, hogy hangulatilag milyen ez a szerepjáték, miért érdemes játszani, miben különbözik a Call of tehát a Delta Green nem a fegyverekről, nem a szörnyvadászatról és nem a rejtett igazságok megértéséről szól. A Delta Green a világ végéről szól. A családod, az ismerőseid, az országod és a végső soron a földi élet végéről. Minden végéről, amiben te is benne foglaltatsz. Mert téged is ér a vég. És ez félelmetes. Ettől félünk igazán. A zsigereink mélyén és erről szól ez a játék. Na jó, ez alatt tuti bevágok valami zenét, valamilyen világvége zenét, az <laughs> rohadt kurva élet. <laughs> Ominous music included. Tehát, tehát a Call of Cthulhu-nál némileg azért sötétebb a hangulata. Én, én azt kell mondjam, hogy úgy érzem, hogy sikerült csavarni egyet a hétköznapi a Cthulhu történeteken. Nyilván ott is előfordulhat, hogy a világ megmentésen ö, dolgozunk, de itt pedig Igazából arról szól a Delta Green, hogy egy perccel, egy órával, egy nappal késleltessük a világ végét. Ami elkerülhetetlen. Ami elkerülhetetlen, igen. Amiben az az érdekes, hogy igazából, hogyha egy ilyen mezei hallgató belegondol, a kutúruhívásához képest, amiben ugye mezei újságírók, detektívek, professzorok, szakácsokat alakítunk. Ahhoz képest valószínűleg a Delta Green így elsőre úgy hangzik, mintha ilyen power play lenne, hogy minden, szinte, szinte minden karakter ért a lőfegyverekhez, mindenkinek vannak kormánykapcsolatai, a többségnek van ilyen több éves katonai ügynökségi, titkos ügynökségi háttere, hogy ez alapján az ember azt gondolná, hogy jó, hát itt hullani fognak a szektások rendesen, meg a csápos szörnyetegek és mégis egy jóval fenyegetőbb és sokkal súlyosabb atmoszférája van, és hogy te is említetted, a kutulhíváshoz képest olyan szintén könnyű elhalálozni, nyilván a kalandmester könnyű a függően. Itt pláne van bőségesen lehetőség arra, hogy akár egy sessionből az összes, vagy legalábbis a karakterek jelentős része az így oda veszem. Igen, tehát van, van, van tétje, egyértelműen van tétje annak a, a, a cselekedeteinknek, és Érdekes a, a kontraszt, vagy a, a lépték, tehát ugye ezek a karakterek hiába kiváló a kiképzésük, hiába kiképzett katonák, vagy, vagy gyilkológépek, tehát emberi léptékben maradnak. Tehát normális, átlagos emberi lények. És ugye egy csápnak az ütése az simán, vagy mondjuk egy, egy mió elektromos fegyverének egyetlen lövése az Természetesen megölhet egy embert. És meg is történik. A másik, hogy említetted, hogy ugye vannak kapcsolataik, ez, ez, ez igaz, viszont itt fedetten dolgoznak ezek a kormányzati tisztviselők, tehát van egy hétköznapi munkájuk a társadalomban, egy helyük a társadalomban, amit betöltenek, viszont van egy titkos életük is, és ez maga a Delta Green. Tehát a természet feletti eseményeket azt meg kell akadályozniuk, viszont el is kell tusolniuk. Tehát nem juthatnak ki ezek az információk, nem veszélyeztethetik ezek a, ezek a titkok a társadalomnak a működését. Tehát erre mindig figyelniük kell, hogy titokban tartsák a, a, az eseményeket. Még mondjuk a Call of Cthulhu szerepjátékban általában, hogyha a játékosok feltárják a Lovecrafti szörnyűségeknek a, az igaz valóját, akkor rendszerint bolondnak nézik őket. Itt meg ezt nem is tehetik meg. Illetve, ha valaki szívára oktatni akar, akkor természetesen ő lesz a Delta Green ügynököknek a következő célpontja. Tehát egy ilyen utolsó védvonal magyarul a Delta Green. Igen, így van. És hát magukon kívül a legritkább esetben számíthatnak másra és ez is egy ilyen kettőség, tehát hogy, hogy mit tudom én, furcsa hangokat hallunk a, a, pincéből, akkor, akkor nem lehet elszaladni. Meg kell nézni, fel kell tárni, meg kell vizsgálni, meg kell ismerni az igazságot. Teljesen más dilemmák vannak benne, mint mondjuk egy Call of Tulu szerepjátékban. Kicsit nézzük meg, hogy, hogy mi is gyakorlatilag a Delta Green, mint szervezet. Tehát ennek a titkos szervezetnek az őses, ős eseménye, az Lovecraft egyik novellája, az Árnyék az Innsmouth fölött. Igen. Így van. Jó. akik, izé, akik jöttek a végén rendet rakni. Így van, tehát ugye ott az amerikai katonaság be van vonva a Innsmouth-i, tehát egy gyakorlatilag háborút kezdenek a mélység lakókkal szemben, és hát az ebben a novellában leírt események indítják el azt a folyamatot, egyébként programként is hivatkozik a könyv a Delta Green-re, tehát indítják el a programot, ami egy idő után hivatalos szervezetként is létrejön, ez nagyjából így történetileg II. világháborúra tehető. A 90-es években, amikor a jellemzőek a Delta Green kalandok, ez a szervezet már fölbomlott, és csak a maradék, a morzsái maradnak meg az amerikai, Egyesült Államok szövetségi és kormány szerveiben. És maga ez a szervezet, a program az teljes mértékben nem hivatalos, csak hát mindenhol vannak tagjai, és gyakorlatilag ezek egy ilyen laza hálózatként szövik át az Egyesült Államoknak a kormányzatát. Az érdekes magára a settingre nézve, hogy nem csak a, a természetfeletti és ilyen kozmikus borzalmakkal kell megküzdeni az ügynököknek, hanem van egy renegált szervezete is a Delta Greennek, tehát így gyakorlatilag ketté van vágva, és soha nem tudhatják a karakterek, hogy ők, ők melyik ágon tartózkodnak éppen. Illetve van olyan kormányzati szervezet, ezt a könyv NRO Section Deltának nevezi, ami a roswell eseményekkel jött létre, és gyakorlatilag ez a földönkívüli élet kutatásával foglalkozik, és ők szövetkeztek a földönkívüliekkel. Tehát így valahogy a Delta Green beviszi ezt a Lovecrafti mozzanatot, vagy Lovecrafti vonalat beviszi egy ellenséges szervezetként az USA-nak a szövetségi rendszerébe. Tehát nem, nem csak a szokásos Call of Cthulhu kalandokban vertünk részt, ahol szektatagokkal, meg grotesz szörnyekkel küzdünk, hanem bizony megvan az összeesküvés, de megvan az összeesküvés is a, a játékokban. Uh, én arra vagyok kíváncsi, hogy igazából a Delta Green az mennyire hogyan viszonyul hogy a kultúrú hívásának a popularitásához? Tehát, hogy, tehát azért a legelismertebb az, hogy a, a témában, ami mindig a hívása, azt nem is nagyon sikerült így megremegtetni, meg megkockáztatni bármilyen módon, hogy az veszítene, hogy veszítene adna a népszerűségéből, de hogy a Delta ehhez képest, azért ez szintén eléggé populáris lett. Szerintem populáris, de hát nyilván a Call of cthulhu megvan az az előnye, hogy, hogy hatalmas a háttere. Nagyon sokan játszák, hatalmas háttere van, és sok korszakot ki tudunk próbálni benne. Hát, Illetve meg az volt az első. Igen. Illetve a Call of Cthulhu-nak az alapértelmezett korszaka, ugye ez az 1920-as, 30-as évek amerikai Egyesült Államok. Ez egy bizonyos szinten kényelmes környezetet ad a, a játékosoknak. Ugye nem a saját környezetükben játszanak, hanem egy, egy történelmi korszakban. Itt talán egy kicsit könnyebb Kivonni, kivonni magunkat ezekből a borzalmakból, meg hát a 1920-as évek egyébként is egy izgalmas korszak. Hmm. Tehát nyilván ez is lehet a, a népszerűségének az oka, a korszak, eh, amit feldolgoz. De hát ez is, ez is okoz némi dilemmát. Tehát ugye számos eh, session alatt, eh, 1920-as session alatt, ugye azzal telik az idő, hogy utána nézzünk, hogy van már, mit tudom én, eh, van már kombinált lakat, vagy, vagy milyen a telefonhálózat egy városba, föl tudok bárkit hívni. Tehát ugye, hogy, hogy gyakran utána nézünk annak, hogy, hogy, hogy milyen technológiai lehetőségek milyen technológiai lehetőségeket tudnak kihasználni a, a, karakterek, azért ez a Delta green nem jellemző, ott maximum annak nézzünk utána, hogy milyen komputereket használtak, mint a 1993-ban tehát ebből, ebből, közelebb van hozzánk, egy kicsit könnyebb benne játszani, viszont megvannak a maga kötöttségei, ugye csak amerikai Egyesült Államokból, amerikai Egyesült Államokban lehet vele játszani jól, míg mondjuk Call of Cthulhu nál gyakorlatilag számos olyan kiadvány van, ami mondjuk Berlinben vagy Sánkhájban való játékot tesz lehetővé, de hát a Greennek nincsenek is ilyen konverzió, ilyen, ilyen extra kiadások, hogy valami hol mondjuk Európára, és mondjuk európai hasonló szintű szervezettel kell dolgozhatnak együtt az ügynökök? De vannak ilyen kiadványok, jellemzően ezek nem a tehát harmadik féltől származó kiadványok. Én nyilván be fogjuk linkelni a végén, én egy Angliában játszódó kalandmodult olvastam azt, azt, hiszem, a második világháború után játszódik az is Delta Green. Hát, hát, azt azért elég könnyű megoldani, hogy oké, okay, hogy Amerikában van egy ilyen szervezet, egy ilyen Delta Green, egy ilyen utolsó védvonal, ami mondjuk az ilyen természet feletti fenyegetésekkel foglalkozik, de hát Hogyha a realitást nézzük, azt a részét nézzük, akkor biztos, hogy mondom, hogy működnek európaiakkal, ázsiaiakkal, mondjuk azokkal lehet, hogy nem, de ausztrálokkal mondjuk igen. De nem tartom kizártnak, hogy van, én a hivatalos kiadványok között nem találtam olyat, ami, ami külföldön játszó. Hát nyilván ugye valószínűleg van az afganisztáni, meg egyéb háborúkban játszódó verziók. Tehát azt, azt, nem tartom kizártnak, de jellemzően ugye az amerikai Egyesült Államokra fókuszál a Delta Green. Bocsánat, tehetünk itt egy, egy gyors kitérőt? Persze, Úgyhogy említetted itt az a afganisztáni háborút és ezért. Ugye van az, a, van, az a, van az a sorozat, az a Love Death Love Death Robots, és mondjuk az utolsó, harmadik évadának volt egy része a katulus a része, mert az az. Konkrétan arról van szó. Na, hát ez az az egy, az egy ilyen, pont egy ilyen delta greenbe. Mondjuk egy ilyen, egy ilyen kalandot bőségesen el tudna indítani. Vagy lehet mondjuk annak a, a kifutása. Akár. Nem? Tehát ezt valahogy így kell elképzelni. De, pontosan. De ez, egy, ez egy jó kérdés, hogy milyen a tipikus delta green-gal, nagyon sokfélék. Hát most csak úgy mondtam, tehát aki nem tudja elképzelni, az például mondjuk, hogyha megnézi azt a Love robotból ezt a részt, majd ezt majd linkeljük a, a show notes akkor az például el lehet kezdeni, hogy, hogy mondjuk az, ami ott történik, hogy ott a katonák ott találkoznak, és ott megörülnek, és, 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 és hasonló, az például egy Delta Green-nek az elindítója, az elindító eseménye, amit mondjuk ki kell nyomozni. De, vagy nézhetjük a másik oldalról, lehet a lezárása is, hogy mondjuk az ügynökök oda jutnak el. Igen. Igen. Hát ez, hát ez, valahogy ez így, is teljes, teljes ebbe a korpuszba. Nagyon jó, nagyon jó. Úgyhogy az jó kis sorozat, vagy meg jó kis rész. Bocsánat, bocsánat a kitérőért, csak ez most nagyon beugrott itt az afganisztáni uh, példáda kapcsolatban. Bennem még az merült fel egyébként, hogy uh, ha azt nézzük, akkor viszont az, hogy más országokra nem tért ki jobban a fő vonal, az egy elég nagy kiadott zicser. Tehát például az, hogy ugye a Delta Green a hidegháború alatt indult, most ezzel szemben az, hogy például a Vasfügg egy másik oldalán a KGB is hogyan észlelte meg, mi kezdett ezekkel a különböző anomáliákkal, jelenségekkel. Ugye voltak bőven azért így a szovjet blokknak is olyan eseményei a mai napig, amiket ide csorolni a Tunguszkai eset például, Bodomtó gyilkosságok, tehát bőven van olyan dolog, amire ezt simán rá lehetne húzni, hogy a KGP-nek volt ilyen titkos szerzete, és például ők is mondjuk a szovjet blokkon belül még ilyen fennmaradt szektákat vadásznak, ö, anomáliákat küzdenek le. Tehát volt Fosternek van például egy olyan novellája, ami arra megy rá, hogy a Csernobili atomerőmű alatt tulajdonképpen nem ilyen leolvadás történt, hanem egy ilyen titkos kísérletel próbálta egy portált nyitni, és azért kellett összeomlasztani az erőművet, hogy ezt valamilyen módon ott bebörtönözzék lent. Tehát, a különböző íróknál is megjelentek már ezek a motivumok, hogy na akkor így a keleti régiókban milyen dolgok történtek, amikhoz ugye a 60-as, 70-es, 80-as években, amik ráköthetőek a Lovecrafti horrorra, a Kutur és a Deltagin részéről hát nem tudom, tehát én, én a készítők biztos gondolkozzék már azon, hogy egy, legalább egy nagyobb kiegészítő, egy hivatalos kiegészítő, ami így a KGB-re, Szov -e, Szovjetunióra, ilyenekre fókuszál. Igen, mondjuk azt megjegyezném, hogy uh, ugye a Dark, vagy Cold, Cold Harvest nevezetű Call of Duty könyv, vagy, vagy, vagy uh, nagyobb szenárió, az, az, pont egy ilyen területen játszódik, tehát vannak ilyen kiadványok, nyilván a Delta Green körén kívül, Hát a gondolom azért itt a Delta Green, mint minden asztali szerepjátéknál, itt a Delta Green-nál itt a közösségi, közösségi alkotások, konverziók és hasonló gondolom, azért itt is van bőségesen, és van miből válogatni. Tehát itt, itt azért ez, ez, ez egy nagyon, én szerintem ez egy rendkívül érdekes és, és hasznos, és én szerintem ez egy nagyon szuper-szuper része az asztali szerepjátékoknak, ezek a közösségi alkotások, amiket az adott játéknak a közössége hoznak létre. Kalandok, kalandmodulok, ki különböző kiegészítők aztán, hogy most azt mondjuk a, a főkiadónak az engedélyével, vagy azon kívül csinálják, az most jelen pillanatban most ez, ez itt ennek nincs jelentősége, de szerintem ez egy nagyon iszonyatosan kreatív terület ez. És tehát ilyen íróknak, grafikusoknak, dizájnereknek pff, egy végtelen forrás. Tehát ennek a játék közösségnek is megvan a maga ilyen közösségi projektje, ezt egyébként úgy hívják, hogy shotgun szenáriók, minden év végén gyakorlatilag egy verseny van, amin, ahova be lehet küldeni ezeket az anyagokat. Ezek jellemzően ilyen, ilyen rövidebb kalandötletek vagy kalandhorgok, a maximum 1500 karakter terjedelemben, ami nem tartalmazza a szörnyek és az ellenségek statisztikáit, tehát a, a történet maga maximum 1500 karakter. Ezeket nyilván a játékos közösség állítja elő, és van egy Wikipédia oldal, ahol évről évre megtekinthetjük a beküldött anyagokat, és nagyon ötletes. Tehát egy, egy gyakorlatilag egy, egy ingyenes kútfő, amit, amit tudunk használni a hétköznapi mesélések közben. Na de a, ezek is nem, nem, nem komplett kész kalalmodulok, hanem a mesélők ezeket felhasználhatják, és akkor ilyen saját történetet alakíthatnak belőlük. Tehát ez a lényeg ezeknek? Nagyon jó, nagyon jó, nagyon szuper. Imádom az ilyen kezdeményezéseket. És, és Magyarországon, tehát itthon, itthon ez a közösség így, ez így De van egyáltalán egy eltagdín közösség? Le, így, ha így lehet így mondani. Hát én nem találkoztam magyar kalandmodullal, nyilván én is játszok Igen. valakinél Delta Green-t, ő neki, tehát vannak saját kalandmoduljai, de nem, nem tudok róla, hogy kiadta volna őket. Hát van egy, van egy renoméja azért a játéknak, tehát általában pozitívan értékeli a magyar közösség a Delta Green-t, tehát ilyen bakanslistes szerepjátékként emlegetik, de nem nagyon látok mocorgást az ügyben. Igen, pedig ne csodák ha a néz az ember mindenhol itt mindenhol azt hallani, delta, de, jó, nyilván nem mindenhol hallani, de sok helyről azt hallani, Delta Green, Delta Green. Hát de nem egy olyan elterjedt játék, mint a Call of Cthulhu, vagy a Gumsó játékok, mint a Treas. Tehát szerintem azért ez egy rétegebb játék, ezt hozzá kell tenni. Pedig én szerintem, tehát így a... Megemlít, megemlít, megemlíted azt, hogy, mondjuk azt mondod, hogy Delta Green, X-akták, amerikai titkos kormányügynökségek, én szerintem ez már magában 90 es évek, ez az így három-négy magában már olyan hívó szó, ami, ami én szerintem, tehát nagyon sok ember, nagyon sok ember kap erre. Figyelj, az igaz, hogy, a, hogy az alkotók, vagy az alkotók közül valamelyiken én viszonylag nagy összeesküvés hívő? Hát ezt nem tartom kizártnak, de... Nem, nem, ez nem, ez nem biztos, hogy csak hallottam egy pletykát. Ezt én is hallottam, igen, de nem kell a minden összeesküvés elmélettel kapcsolatos plegykának hitelt adni. Ja, ki tudja, hogy összesküvés elmélet, egy összeesküvés elméletről beszélnek. Hát a twittereiket elnézve azért elég fura tudnak lenni, szóval... Ki nem? <gül> <gül> ki nem? <laughs> Oké, okay, ha már így a kalandok ugye ö, szóba kerültek, akkor, akkor egyet mindenképpen meg kell említeni. Ez ugye a giga kampánya Delta green belül, ez az Impossible Landscapes nevezető alkotás. Ez egy ilyen 370 oldalas monstrum, ami a Chambersnek a sárga király szerepjáték adaptációja. Igen. Tehát Igen. Komolyan. És ezt eddig miért nem mondtad? Hát félek, hogy le, le kéne mesélni nektek, azért az... Ja, és három, az, az, az <laughs> hosszú lenne, Igen. Maga ez a, ez a történet, ez négy epizódon keresztül viszi egyre mélyebben a sárga király csapdájába játékosokat. Tehát ez jellemzően olyan szerepjátékosoknak ajánlható, akik, akik rá vannak cuppanva az ilyen nagyon hosszú, akár egy évig tartó meg a kalandmodulokra, mint például a Masks of Nyarlatotep, tehát ez egy Call of Thuluban egy, egy, egy jellemző bakancslistás pont. Tehát aki hasonlót keres a Delta Greenben, természetesen ezt is megtalálja a hosszabb kifutású kalandokat. Egyébként amúgy Lovecrafti témában mennyire jelmezek az ilyen gigokampányok, mint amit említettél a nyarat hotel, illetve most ez a Delta Green-es variáció is. játéknak megvan a saját gigokampánya. És a Call of természetesen több ilyen is van. Tehát... Ott az Orient Express, másik Hát, és hogyha megnézed, ez marketingtől ezeket... is, hát egy nézzük, tehát azért oké, hogy ezeket a játékokat is a alkotás kedvéért készítik az embereket, azért ebben van egy elég jó biznisz is. Csak azért gondoltam erre, mert hogy a Kutulunnál például ezt a kettőt, amit említettek, ezt hallásból ismerem. Viszont a kozmikus horrorral, meg ezekkel a dolgokkal szemben azért valamennyire ezzel kicsit ellentétes az, hogy van egy átívelő, nagyon hosszú kaland, ami alatt valahogy a karakterek legalábbis az az elvárás, hogy, szemben, hogy életben, hogy életben maradjanak és észnél maradjanak. És tudom, hogy egyébként ezek ezért számítanak nehéznek, mert nagyon könnyű a játékosoknak elbukni őket a különböző pontjaikon, de mégis van egy ilyen feltételezés, hogy kicsit talán a rendszertől egyébként idegen módon nagyon sokáig életben kell maradniuk, és észnél kell maradniuk a karakterek. Hát ez változó, én, én, én nekem volt szerencsém olyan 90%-ig bejárni a Masks of nyarlatot epet, két év alatt, és ö, azt hiszem, Öt karakterem halt meg, és a végén egyetlen egy olyan karakter volt, aki a kezdésnél is jelen volt. Tehát egy túlélő az eredeti csapatból. Ja, hogy ezek így adnak lehetőséget az ilyen hosszú kampányok arra, hogy később pótoltak a karaktereket? Persze, igen. Vagy ez is megsérülhet? És szerintem maga, maga a setting miatt se lehetne ez kivitelezhető, hogy most akkor a, a játékban se, se egy hónap telik el, tehát ott is több idő telik el. Tehát azt a töménymennyiségű mennyiségű mítoszt ismereted, amit kap a szereplőt, szerintem nem is bírná előtt, most, hogyha azt nézed, szerintem. De figyelj, azt is úgy, amit én szeretnék kérdezni, tehát, aki most, most, most szeretne elindulni, mondjuk itt a Delta, vagy Ácsi, először is kinek ajánlanád a Deltagint? Hát mindenképpen annak, aki aki, 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 szereti az x vagy a True detective tehát bele szeretne ünnökkel játszani, annak kifejezetten jó, aki, hogy is mondjam, vonzódik Scully ügynök iránt, az Ez mindenképpen vágjon vele. Illetve, hát, hát, <laughs> illetve hát a, a Call of cthulhu, vagy a Trials of Cthulhu játékosok, akik szeretnének egy kicsit kötöttebb formába játszani, belefáradtak abba, hogy mit tudom én, egy pantomi indulnak Call of cthulhu és nem tudnak egy szörnyet lepuffantani, azoknak lehet jó a Delta Green Ja, a azért van csicsat, pif puk Jó, ha elkerüljük azért. Ja, 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 azt mindig jól kerülni. Na és akkor itt a másik kérdésem, hogyha valaki most bele akarna fogni, akkor merre felinduljon, merre induljon el? Egyáltalán, 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 tehát honnit egy alapkönyvet? Tehát ebből Igen. magyar nyelvű nincsen. Azért hát ez, ez, ezt, ezt ez reméljük, hogy előbb-utóbb valamelyik nagyobb kiadó meg fogja venni ezt a IP-t. Hát természetesen a kiadó honlapján meg lett rendelni. Általában Amazonon tudod Magyarországra beszerezni a fizikai példányokat, én is így tettem. Illetve a Drive to RPG-n kint van a cég, tehát ott meg lehet szerezni az alapkönyveket, és print on demand, tehát eseti nyomtatásban lehet a kalandokat beszerezni, ezt, ezt, én is így jártam el. Tehát a Convergence az ilyen füzet formátum a Drive to RPG-ről rendelve. És Magyarországon lehet, lehet könyvet kapni? Sajnos nincsen magyarországi terjesztője. Én próbálkoztam. De ilyen a... nincs, ilyen, hogy, nincs is ilyen, hogy, hogy vannak, ezek a, vannak, ezek a, magyarországi szerep, azt, hogy szerepjátékos, meg társasjátékos boltok, hol azért hmm. lehet kapni, mit tudom, D&D kiadványt, meg túlú kiadványokat is, és Delta nem tudsz venni Magyarországon könyvet. A hát Európa, európai, európai terjesztés van, tehát vannak európai boltok, talán onnan lehetne, illetve tanulzaron érdemes. Hát ez nem jó. Nem jó, de hát a pdf-eket azokat be lehet szerezni, ugye, könnyedén az interneten. Legálisan. Hát csak legálisan. Hát, van, ezt nem támogatjuk, ezt, ezt tudjuk. Minden alkotók vagyunk, ki mindenki se területén, van, ezt nem támogatjuk. Én még arra lennék kíváncsi, hogy uh, mennyire szoktátok követni azt, hogy maga a Delta Green hogy van jelen más uh, médiumokban? Tehát azt ugye, hogy a kutatóhíváshoz is vannak olyan kimondott novellák, kiadványok, regények, társasjátékok, amik azt a hangulatot, azt a rendszert próbálják átültetni más formátumokban is. Ugye a Delta Greenhez is vannak regények például, tehát konkrétan olyan novellagyűjtemények, illetve regények, amik kimondottan ebben a világban próbálnak játszódni. Ezekből, ezekből olvastatok már esetleg, vagy ezeket mennyire ismeritek? Hát er eredetileg ugye az eredeti kiadó, ez a Pageant Publishing, ez adott ki kifejezetten ilyen, ilyen novella kiadványokat. Tehát létezik kifejezetten a Delta Greenhez készült lore novella. De megmondom, hogy őszintén én, én sajnos nem találtam kifejezetten olyan anyagot, ami hozzá készült volna, de ugye főleg sorozatokban azért meg nem egy modern horrorfilm, és eléggé jól passzol a Delta Green világához, tehát a redditen érdemesebb ennek utána járni. Hát én Amazonon én is találkoztam ezekkel a különböző hivatalos gyűjteményekkel és hivatalos regényekkel, amiről tudom, hogy magyarul is elérhető viszont, az ugye, hogy vannak most megnézem megint a szerző nevét, nem, Igen, David Conyersnek vannak ezek a Harrison Peel történetei. Ö, azt kell tudni, hogy a hivatalosan nem közvetlenül a Delta Greenhez tart, kapcsolódik, amiket ír, viszont kapcsolódhat ahhoz is, tehát vannak benne kiacsintások a Delta Green-re, alapvetően a Cthulhu tartozik az, amiket, amiket csinál, és amikor az azilumnak csináltuk a 22.-23. számát, amely kimondottan kultúra és relájere koncentráltak, abban egy konyász történetet, a relájes szigorítást, azt Javarész Gábor én egy fejezetével segítettem a fordításban, tehát ilyen többé-kevésbé kooperálva lefordítottuk, és ott például megjelenik a Delta Green is egy ilyen utalás formájában, hogy az egyik dosszién van egy ilyen kitöltött zöld háromszög, ami ugye a szervezetnek a szimbóluma, és az így említés szintjén megjelenik, hogy abban az univerzumban, abban a történet folyamban a Delta Grinch az mindenképpen egy aktív entitásként jelen van. Aztán ki tudja, lehet, hogy a többi történetében megjelenik a szervezet másképp is, de ott biztos, hogy abban például legalább egy kikacsintás erejéig felbukkant, és ez magyarul elérhető a történet. Hát mármint az azilumban elérhető rengeteg olyan jó történetet próbálunk lefordítani, kiadni Somogyi Gábor vezetése alatt, amik egyébként nem lennek magyarul elérhetőek, van közötte a régi klasszikus is, amivel kapcsolatban ilyen hatalmas egy kérdőjel, hogy ez korábban miért nem volt magyarul elérhető, és van benne rengeteg kortárs is, például az egy kedvencem személy szerint, az most szintén a kultúra az kapcsolódik, hogy van a Half-Life szériának is az írója, uh, hú. Mark Laidlaw, és neki is például egy nagyon jó Lafrefi története, az, tehát egy rendes no, novellája, az megjelent az azidumban például. Kövessétek az azidumot, rendeljétek belőle, mert higgyétek el, megéri. Egyébként azt tudtátok, hogy a Delta Greenből egyszer majdnem készült egy videójáték? A, a 2000-es évek elején, tehát a pc és a legelső Xbox-ra készítette egy csapat, aminek nem fog eszembe jutni a neve. X ot vágjátok, igaz? Ugye mindketten azért elég régi motoros játékosok vagytok. Firaxis És az volt hogy készült egy ilyen játék Kutulu Delta Green címmel, PC-re és Xbox-ra, aminek ezzel lett volna a lényege, hogy kormánynak kellett volna, x XCOM stílusban kellett volna ilyen Delta green nyomozásokat, meg küldetéseket, bevetéseket megoldani. Csak aztán, ha jól emlékszem, akkor történt valami Gebasz, és e, talán a kiadónak valamilyen más projekte kellett átfordítani az erőforrásait, és azt a projektet így leőtték. És még ugye a 2000-es évek dereken is sokan emlegették, hogy ez egy nagyon sajnálatos, elkaszált projekt volt, mert ez egy nagyon érdekes világ lett volna, tényleg egy ilyen XCOM jellegű csapatmenedzselés és ilyen taktikai stratégiában a Delta Green világát, Cthulhu mindez mindezt kombinálni. Na, srácok, figyeljetek, ennyi volt már akkor a kocka köszönjük szépen figyelmeteket, Lázárusz köszönjük szépen ezt a bemutatót, nézzetek x Zavaztok. Sziasztok! 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 Jó játékot! Jó játékot! Ez tudod, milyen el. Lakó. Még két konyakot és egy szifonjában. <laughs>